Köszöntöm kedves nézőinket! Ahhoz, hogy valami sikeres legyen, sikeresen űzzük, elengedhetetlen az, hogy folyamatosan képezzük magunkat, legyen szó termékünk népszerűsítéséről, illetve eladásáról, vagy vállalkozásunk népszerűsítéséről. Azonban rendhagyó módon a mai napra készben nem tippeket fogok önnek adni, hanem egy olyan embert, egy olyan történetet fogok bemutatni. Egy olyan emberről lesz szó tehát, aki minden nap azért dolgozik, hogy másoknak sikere legyen. Vendégem Pacsek János, köszöntöm a stúdióban. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, én is köszöntöm a nézőket. Pár számot szeretnék itt mondani a műsor elején. 11 éve van a pályán, 6000 üzletkötőt oktatott ez idő alatt, és ön maga is 19 éve aktív értékesítő. Igen. Ezek a számok, viszont egy sokkal tartalmasabb történet van ezek mögött a számok mögött. Mi volt az álom, foglalkozás mindig értékesítési tréner akart lenni? Nem, én nem akartam tréner lenni, sőt, én azt sem tudtam elképzelni régen, hogy én elhagyom Szolnokot. Nekem az eredeti szakmám közlekedésgépész technikus vagyok, nekem az autószerelő az eredeti végzettségem, amit én borzasztó lelkesen csináltam, és nagyon-nagyon szerettem, és dolgoztam is benne aktívan, elég sokat. És sajnos mondhatom azt, hogy egészségügyi probléma miatt kellett abba hagyni, tehát így muszájból. A lényeg az, hogy gyorsan nőttem, és az izomzatom nem tartott lépést a növekedésemmel, és borzasztó fájdalmak voltak a hátamban, a gerincemben, idegbecsípődések, és azt mondták nekem az orvosok, hogy hagyjam abba a fizikai munkát. Így is tettem, és akartam az autós területen maradni, nekem autós terület a szívem csücske is, és ennek érdekében elmentem területi képviselőnek, üzletkötőnek, egy szolnoki autóalkatrész nagykereskedőhöz, ahol 4,5 évig dolgoztam üzletkötőként, majd beültem életem első tréningére, ahol hát mondhatom azt, hogy így megfertőzöttem. Láttam azt, hogy mi az, amit lehet tudni ezen a területen, mennyire tudatosan lehet ezt a munkát végezni, mi az az emberismeret, amit tényleg érdemes megtanulni, amit tényleg lehet használni, és egyszerűen akartam többet tudni és fejlődni. És aztán döntöttem úgy, hogy váltok, és a felnőtt képzés vagy a tréningek területére elszegődöm. Ami így is történt, elmentem egy budapesti céghez, és elmondtam, hogy én tréner akarok lenni, amit így nagyon, nagyon üdvözöltek, csak mondták, hogy ez nem így működik, hogy egyszer csak így tréner lesz valaki. Azt mondták nekem, hogy tanuljam meg a tréningeket eladni, és hogyha eladtam őket, üljek be az összesre, tanuljak, és talán egyszer lehetek tréner. Ezt hogyan lehet megtanulni? Állok a tükör előtt otthon, és mondom, vagy bújom a könyveket. Mi a megfelelő módszer? Hogyan kell ezt elképzelni? Én nem így kezdtem, hogy én annyira akartam, hogy összeálltam más trénerekkel, együtt dolgoztam, és ahogyan az előbb is mondtam, mentem velük, és semmi más nem csináltam, mint eladtam őket, és minden értékesítés után, amikor következett a szolgáltatás, elmentem velük, és ott voltam minden hétvégén, és néztem, hogy ők hogy csinálják. Közbe faggattam őket, és gyakorlatilag ők tanítottak minden egyes részére az, hogy kell előadást tartani. És a legnehezebb helyzetekre is felkészítettek, hogyha mondjuk az ember kiáll mondjuk 5-10-20 ember elé, és adott esetben egy résztvevő, hát nem azzal a szándék körül a tréningen, hogy ő tanulni szeretne, mert őt elküldték, és mondjuk beleköt a trénerbe, vagy olyan helyzetbe hozza, ami igazán kellemetlen, hogy ilyen helyzetekben mit kell csinálni. És ezen kívül elvégeztem számos olyan tanfolyamot, ilyen kommunikációs tanfolyamot, ami felkészíti az embert arra, hogy a legnehezebb helyzetekben is helyt tudjon állni. Úgyhogy egy ilyen folyamatos fejlődésen mentem keresztül, ami érinti az önismeretet, a kommunikációt, a vállalkozásfejlesztést, magát az értékesítést is, ahol az ember önbizalmat, tudatosságot tud tanulni. Emberekkel foglalkozni nem könnyű. Hogyan lehet kezelni egy olyan szituációt, amikor tényleg az emberek negatívabban állnak hozzá, vagy jelen esetben okosabbak akarnak lenni, mint az, aki éppen tudást akar átadni? Az, hogy lehet kezelni ezeket a nehéz helyzeteket, hát egy biztos, nem szabad ezeket az embereket leértékelni. Nem szabad azt mondani, hogy én jobban tudom, és nem szabad őket nagyon durván megállítani. Ennek is megvan a helyes módja, hogy kell ezeket az embereket mégis aktív részvevővé alakítani egy-egy ilyen programon. Volt számos ilyen eset, hogy mondjuk én mondtam valamit, adott esetben egy ilyet mondtam, hogy
aki üzletet met kötni, az igyekezzen üzleti öltözékben felöltözni. És volt egy úr, aki belekötött ebbe, és azt mondta, hogy én nem mondjam már meg neki, hogy ő hogy öltözik föl. És egy ilyen helyzetben, amikor azt érzi az ember, hogy megtalálják, belekötnek, és nem is arról szól, hogy én mit mondtam, csak arról szól, hogy a másiknak nem szimpatikus az előadó, vagy nem, egyszerűen úgy érzi, hogy a saját sikertelenségét mondjuk rossz látni, mert egy másik ember sikeres, aki ott áll előtte, és beleköt. És az úr a következőt tette, elmondta egy csomószor nekem, hogy ne mondjam meg, hogy ő hogy öltözik fel, és erre gyakorlatilag van egy olyan megoldás, hogy az előadó nagyon fontos, hogy ne legyen ideges, ne zökkenjen ki, lenyugtázza az ügyfelet, legalábbis vagy lenyugtázza a résztvevőt. Én ugyanezt csináltam, elmondtam, hogy értem, amit mondasz, viszont én azt mondtam, és újra elmondtam, csak más szavakkal azt, hogy mi az, amit én akartam ezzel kommunikálni. Ő megint belém kötött, megint azt mondta, hogy ne mondjam meg neki, hiszen ő fecskében is tud kötni üzletet a Széchenyi fürdőbe. Én megint őt lenyugtáztam, és ezt mondtam, hogy én ezt még mindig értem, viszont én az előbb azt mondtam, hogy amikor az ember üzletet megy kötni, és pénzügyi tanácsadói területen dolgozik, akkor érdemes üzleti öltözékbe. Na most én ezt nagyon sokszor megcsináltam, és a következőt értem el, az összes mellette lévő embert ellene fordítottam. Azaz, azok az emberek oldották meg, akiknek az idejét rabolták. Vagy azok, igen, tehát azok az emberek oldották meg, akiknek az idejét az idejével játszott ő, és a munkatársai szóltak rá, hogy figyelj, Tomi, fejezd be, most már nem érted, hogy mit mond a János. És egyszer csak ők oldották meg, és csömbbe maradt ez az úr. Én láttam, hogy itt a vége, és tudtam folytatni a tréninget. De nem kellett vele összevesznem, nem kellett vele kizavarnom. Tehát ilyen és ehhez hasonló módszereket az ember így a többiektől tud tanulni, akár mondjuk egy tanfolyamon, de igazából így az életből kell tudni ezeket a példákat ellesni, eltanulni, akár másoktól. Én ezt csináltam. És hát azért itt folyamatos építkezésről, újrakezdésről is szó van. Igen. Ezeket a szakaszokat hogyan élte meg az életében? Hogyan tudja, vagy hogyan, és hogyan tudja ezeket a mostani időszakban is hasznosítani? Én amikor úgy döntöttem, hogy tréner leszek, és Budapesten szerencsét próbálok, és fölköltöztem is, elindultam ezen az úton, ez 2008-ban volt, amikor beköszöntött a válság. És hát minden egyes vállalkozás, ahol meghúzza a nadrágszíjat, vagy amilyen költségeket nem szeret kifizetni, az pont az oktatás és pont a képzés, úgyhogy elég nehéz dolgom volt a válság kellős közepén vállalkozóvá válni, saját lábra állni, úgyhogy nagyon-nagyon nem volt könnyű. De hát leleményesek voltunk, és válság idején válságkezelő tréningeket értékesítettünk cégeknek, és sikerült nagyon nagy kitartással, de túlvészelni ezt az időszakot. Nem volt olyan, én nem mondom, hogy fel akartuk adni, de mindig sikerült tovább menni, mindig sikerült egy újabb ötletet kidolgozni. Persze azért kellett a család támogatása, biztatása. Én elköltöztem, és nem akartam hazajönni úgy pár hónap után, vagy egy év után, hogy feladtam. Tehát borzasztó fontos volt a kitartás, és az, hogy nagyon-nagyon akartam. Az, hogy emberek előtt álljak, és olyan tudást adjak át, amit ők valóban tudnak használni, így a hétköznapokban, az életben. Nekem ez volt így utána már az álmom, miután fel kellett adni azt, hogy autószerelőmester leszek. Hihetetlen nagy sikertörténetet hallhattunk, sajnos a műsoridőnk lejárt, de azt gondolom, hogy egy következő alkalommal mindenképpen beszélgessünk még tovább, és akkor talán ötleteket is adhatunk a kedves nézőknek. Köszönöm szépen. Most egy egészen más témával folytatjuk. Sportolni fogunk, igaz? Még csak ősz van, de már kezdődik lassan a korcsolya szezon. Volt, aki félve, de volt, aki bátran esésektől nem tartva lépett jégre a kori suli program pénteki foglalkozásán. A gyerekeket a pálya megnyitása óta várja a tanulás, illetve a mozgás lehetősége. A diákok körében igen népszerűek ezek az órák, hiszen úgy fejlődhetnek, hogy közben jól érzik magukat. Amikor barátok is itt vannak, az jobb, mert olyan jobb buli. Igazából nem emberről korcsolyáztam elsőnek. Könnyen belejöttem, mert ugye szerintem ugyanolyan, mint a görkorcsolya. A fiatalok többségének már volt korcsolya cipő a lábán, azonban biztos alapot eddig nem sikerült szerezniük. 4 évesen álltam először jégen, és hát azóta úgymond tudok, de hát így nem. De hát most már így kezdtem belejönni, meg
Tarultam egy-két dolgot. A rendhagyó órák egyszerre 100 diákot tudnak megmozgatni. Az élményekből azok sem maradnak ki, akiknek nincs saját korcsolyájuk, hiszen a pályán mindenkinek biztosítanak cipőt. Az első lépéseket, illetve komolyabb elemeket profi oktatóktól sajátíthatják el a diákok. A gyerekek különböző korcsoportba érkeznek ide a korcsolóra. Akik nem tudnak korcsolyázni, nekik az alaplépéseket szeretném megtanítani, illetve azok, akik már nagyjából tudják ezeket az alapokat, próbáljuk fejleszteni a tudásukat. Különböző korcsolyázási módszokat szeretnék velük megtanítani, előre, hátra menetet, fékezést, koszorúzást és egyéb olyan korcsolyával kapcsolatos dolgokat, amiket tudnak alkalmazni majd. A program azoknak is lehetőséget nyújt a továbbfejlődésre, akik jeges sportot űznek. Jégkorongozok, jászerém, és ennek köszönhetően tudok jégkorcsolni. A gyerekek egymástól is rendszeresen tanulnak. Tudjuk tanítani őket Zalánnal, és meg valaki már releve tud korizni, meg velük még korizunk. Itt mozognak a gyerekek. Itt fölveszik a korcsolyát, örömmel jönnek, nevetnek, pirosposgásak, és örömmel távoznak innen a korcsolyapályáról. A múlt idézés után beszélgetésünket dr. Buczko Istvánnal, illetve Cseh Liliánával folytatjuk. Köszöntelek titeket a stúdióban. Üdvözöljük. Egy kis emlék 2018-ból, felét fordulok, hiszen még Liliana nem tud erről beszélni, hiszen ő majd azért a jövőben, illetve majd a közel jövőben fog képbe jönni az ő története. Hogyan emlékszel vissza, milyen volt az évad? Mint ahogy itt a bejátszásból is lehetett látni, tapasztalni, ha visszaemlékszek, akkor a gyerekeknek a mosolyára emlékszem vissza. Pirosposgás gyerekekre, akik kijöttek, és azt kell mondani, hogy önfeledten korcsolyáztak, csoportosan osztályok, és részint azokra a szülőkre is emlékezek, akik odajöttek hozzánk, és mondják, hogy haj, de jó, hogy nem a számítógép előtt ül a gyerek, és hogy sikerült ide kihozni. Alapvetően egy nagyon jó sztori volt ez a tavalyi év. Úgy láttuk, hogy ennek mindenféleképpen értelme van folytatni. Beindultak itt azok a szerveződések részint önerőből, részint ugye a sportok részéről, ami azt mutatta, hogy ezt az örömet jó lenne ebben az évben is megismételni. Gyakorlatilag mondhatjuk, hogy a testnevelés óra egyik különleges eleme volt ez, hiszen tényleg mozogtak folyamatosan a gyerekek, nem csak azért, mert hideg volt, és ugye azért nem volt kellemes megállni, hanem én is azt láttam rajtuk, hogy abszolút élvezik azt, hogy nem a tornateremben kell lenni, hanem a jégen. Nagyjából egyébként mennyi fiatal tudtatok ezzel megmozgatni? November 1-től március 31-ig futott ez a program. Ugye a polgármester úr támogatásával a városi tankerület szervezte meg, hogy az általános iskolák ki tudjanak jönni, és középiskolák ki tudjanak jönni, akik erre igényt tartottak. Azt kell mondanom, hogy a szolnoki iskoláknak 80%-a valamilyen formában kihozta a gyerekeket a jégpályára. A középiskolák is ott voltak. Versegi Varga gimnáziumok, kint a Széchenyi körúti gimnázium is. Én azt gondolom, hogy talán a legjobb szám erre az a végső kupa, Szolnokváros kupa, ami ugye egy ilyen gyerehokizni, kis városi hokibajnokság volt, hokikupa, illetőleg egy kis gyorskorcsolya, gyorskori kupa, ahol az általános iskolák közül 7 általános iskola és a középiskolák közül pedig 4 középiskola jelent meg. Azt gondolom, hogy ez mutatja, hogy ők már eljutottak itt az 5 hónap alatt olyan szintre, hogy egy ilyen kis városi bajnokság, városi kupán is vállalták a megmérettetést. És a múlt után jöhet a jövő, a jelen. Igaz, még csak szeptember van, szeptember elején vagyunk, de már becsöngettek az iskolában, a tesi órák is elkezdődtek, és ugye az a készülődés nálatok is már megkezdődött. Mit lehet tudni a jövőről, a jégkorionk pályáról? Nagyon fontos hír az, hogy a terveink szerint október 25-én ismételten kinyitja kapuit a szolnoki jégaréna, hasonlóan, mint tavaly, 5 hónap, illetve egy pár nappal hosszabb időre, március 31-éig leszünk nyitva. A tavalyi évi tapasztalatok alapján szintén 3 blokk lesz. Délelőtt 8 órától, munkanapokon délelőtt 8 órától, délután 14-15 óráig a óvodák, iskolák számára biztosítjuk a jégfelületet. Liliana a felelős azért, hogy ez megfelelő szakmaisággal le legyen fedve.
A délutáni időintervallum a sportolóké lesz, itt ugye a jégkorongosok, és remélhetőleg meg fog jelenni egy új sportszolnokon, ez a gyors kocsolya. Majd ezt követően a közönségé lesz a pálya, este 8-ig leszünk várhatóan nyitva, hétvégén szintén reggel 8-tól este 8-ig, délelőtt kori oktatás lesz, ott gyermekeknek, illetőleg felnőtteknek, szabadon, tehát aki szeretne megtanulni korcsolyázni, szeretne továbbfejlődni, és egész délután a közönségé lesz. Ebben az új évadban is, tehát 100%-osan, majdnem 110%-osan ki lesz tehát használva a jégpálya, akkor ezek szerint. Hogyan kapcsolódtál bele ebbe a nagy volumenű munkába? Hát megkerestek. István megkeresett, Jászberényi vagyok egyébként, minden nap jövök, megyek. És most kezdtem a testnevelési egyetemen, mint levelezős hallgató, egy szakedzőit, gyorskorcsolya szakedző, és hívtak, hogy hát szükség lenne ide is egy rendes tapasztalt korcsolya múltam is. Az 14 évig gyorskorcsolyáztam, és hát mai napig benne vagyok, még Jászberényben is oktatok, van egy csapatom is, úgyhogy... Hogyan látod, mennyire népszerű ma ez a jeges sport? Hát én úgy látom, hogy egyre többen szeretnének korcsolyázni, és remélem ez majd ide Szolnokra is tovább jön. Mint minden sportnál nyilván megvan az a korosztály, hogy honnan érdemes foglalkozni. Te mit mondasz, vagy mit ajánlasz, hogyan látod? Melyik az a korosztály, akiknek érdemes elkezdeni gyors korcsolyázni, illetve milyen alappal kell rendelkezniük? Vagy egyáltalán kell alap? Nem kell alap. Tehát nyilván elsőnek, hogyha egy óvodás rálép a jégre, akkor látszik rajta, hogy jó, ügyes, meg tényleg jó csinálja, meg ért hozzá, de van, akinek gőze sincs, hogy kell, vagy lökések. Tehát van egy program, ami arról szól, ez az alapkorcsolya oktató program, hogy itt megtanítjuk a gyerekeknek a jégre lépést, hogy honnan indul az egész, és igazából nem kell, hogy legyen tudásuk, meg semmi, mert én ezért vagyok itt, hogy ezt megtanítsam nekik. Ugye az alapok, azok tényleg nagyon fontosak ebben az időszakban, vagy évadban is tervezitek ismételten kinyitni a kicsiknek, illetve nagyobbaknak a pályát. Tehát a korisúli program folytatódik? Igen. Tehát a korisúli program folytatódik, kicsit kiterjesztjük az óvodák irányába. Ugye azt látjuk, hogy maga a korcsolyázás egy rendkívül összetett mozgásforma, és egy nagyon jó részkészségfejlesztő hatása van, és egyben a gyermeknek a személyiségét is fejleszti, másrészt pedig a mozgás koordinációján keresztül maga a tanulást is segíti. Tehát azt kell mondanom, hogy sporttudomány alátámasztja azt, hogy azok a gyerekek, akik kellő időben megtanulnak korcsolyázni, vagy bármilyen egyéb összetett mozgásra utalhatok itt, azok a gyerekek jobban teljesítenek az iskolában, gyorsabban tanulnak. A korcsolyázás, mint ahogy látjuk, aki már egyszer jégre tett a lábát, látja, hogy őrületesen összetett dolog. Tehát két kis fém lapocskán megállni, úgy, hogy közül oda kell figyelni, hogy mások is korcsolyáznak felém, abban az esetben elesek, ne esek akkorát, hogy nagyon fájom. Adott esetben még a kezembe tesznek egy botot, hogy hadonászak egy kis korongra, vagy épp azt mondják, hogy gyors korcsolyába teljesítsek egy távot, és ott több ember megpróbál engem lelőzni. Hát látjuk, hogy ez rendkívül komplex mozgás. Mi azt gondoljuk, hogy ezt a mozgást kell megtanítani a gyerekeknek, részint egy tehetségkutatást is kell folytatni, tehát lesznek olyan gyerekek, akik egyszerűen nagyon tehetségesek bármely jeges sport irányába. Számukra kell biztosítani ezt a lehetőséget, hogy ők megismerkedjenek ezzel a sporttal. Ugye ebben nagyon fontos a Lili, ezt tavaly is elmondtuk már, hogy mi
Azt szeretnénk, hogy Jászberény irányába tudjuk terelni azokat a gyerekeket, akik tehetségesek, hisz Jászberényben régóta ennek hagyománya van, de Szolnokról is el lehet jutni, mint ahogy mutatja is, most már jégkorongosaink is ugye Jászberényben játszanak magasabb szinten. De itt is megy maga az alap jégkorong. Én azt látom, hogy a korcsolyázás azért mosolyt hoz. Tehát a legfontosabb az, hogy jöjjenek ki a gyerekek, jöjjenek ki a szülők, jöjjenek ki a nagyszülők, legyenek együtt, és az a egy, másfél, két óra hosszú, amit ott eltöltenek közösen, az örömmel tegyék, hisz sokszor ugye mondjuk azt, hogy mennyire zaklatott ez a mai világ, teli vagyunk feszültséggel, hát a korcsolyapálya az egy pont, ahol aztán mindenki ki tudja engedni a gőzt, és mint ahogy tapasztaltátok ti is a tavalyi évben, és itt a bejátszás is mutatta, hogy a gyerekek hörületesen élvezték ezt az egészet. Ismételten felé fordulok. Kicsikről is beszélhetünk, tehát az óvodás korosztályhoz is el akarjátok vinni. Tehetség, gondozás, szűrés nyilván a cél. Nyilván a gyerekek sok mindent elsajátítanak, és azt mondjuk, hogy talán gyermekkorban ragad a legtöbb minden meg, viszont ugye akkor még a mozgás koordinációjuk azért nekik nem olyan. Tehát a gyerekeknél mekkora intervallumot ír le a fejlődés? Tehát, hogy milyen gyorsan fejlődnek? Hát én azt veszem észre, hogy ugye óvodáskor az azt jelenti, hogy ugye már 4 éves korban, sőt van, aki 3 éves korban már elkezdi. Hát igazából náluk olyan fejlődés van, hogy napról napra ügyesebbek a korcsolyában, viszont ugye valamit felejtenek, nem figyelnek, nem jegyzik úgy, meg mint a nagyobbak például, de ugye, hogyha többször elmondjuk nekik higgadtan, nyugodtan, úgy, hogy ők is, vagy játékos formában megmutatni nekik, amire rá akarjuk vezetni őket, akkor menni fog nekik is. Szülők felül amúgy nincs meg a féltés, tehát nyilván szeretnék, hogy a gyermekük sportoljon, azt szeretnék, hogy nyilván, amit a sport, amit te is mondtál, eredményez a tanulásba, figyelembe előjöjjön, de azért megvan náluk a féltés, tapasztalod, vagy a gyermekek félnek jobban? Hát szerintem az a gyerek, aki eleve fél, az nem jön. Nyilván minden sportnak megvan a kockázata, ebbe is van veszély, de most miben nincs. Ez így van, teljesen. Úgyhogy ha már kimegy az utcára, az is veszélyes. Azt már tudjuk, hogy mikor épül a pálya, de mikor kezdődik a sportolóknak, illetve a korcsolyázni vágyóknak a szezon? A szezont már elkezdtük, tehát a sportolók augusztusban a kis jégkorongosaink Jászberényben voltak 2 hetes bentlakásos edzőtáborban, napi 3-szor voltak jégen. Tehát ők már nagyon komolyan benne vannak az idényben. Ebben az évben egyébként lesz 2 U8-as, 2 U10-es, meg egy U12-es csapatunk. Tehát ez azt jelenti, hogy alapvetően 50 gyerek van, aki regisztrált jégkorongozó a Magyar Jégkorong Szövetség, és a jégkorong bajnokságban vesz részt, mint a Szolnoki Orkász klubnak a tagja. Most szeptemberben indult Jászberényben a Magyar Korcsolya Szövetségnek a támogatásával egy program. Hetente 2 alkalommal, kedden és szombaton a Korcsolya Szövetség támogatásával egy ilyen koritanulás indult el, és mi azt szeretnénk, hogy azok a szolnoki érdeklődők, akik úgy gondolkodnak, hogy bekapcsolódnának itt a szolnoki jeges sportba, azoknak megvan a lehetőségük, hogy kedden és szombaton oda átmenjenek, fognak találkozni Lilivel, aki ott oktatóként is részt vesz. Szombaton, mikor is van pontosan ez, délelőtt? Délelőtti órákban, igen. Délelőtti órában van, aki átlátogatnak Szolnokról Berénybe, az ők már ebbe a programba be tudnak kapcsolódni, és utána remélhetőleg novemberben ugyanezt a programot fogjuk folytatni Szolnokon is, tehát a Magyar Korcsolya Szövetség támogatásával hetente 2 alkalommal lesz ilyen korcsolya oktatási program. Tehát a programban benne vagyunk, szervezzük, hogy most még ugye Jászberénybe, de menjenek át a gyerekek szüleikkel, és novembertől pedig ugye teljes intenzitással fogjuk itt Szolnokon. Elindítottuk a városi tankerülettel a tárgyalásokat, polgármester úrral is tárgyaltunk, támogatását fejezte ki, mint hasonló évben, mint a tavalyi évben.
Mi azt gondoljuk, hogy nagyon fontos volt a tavalyi év, láttuk, hogy mekkora nagy logisztikai, szervezési feladatot jelent ez. Ebben próbálunk erősíteni, és a tartalom vonatkozásában pedig már ugye itt van a Jégkorongklub, ott vannak a edzők. A Lili megjelent ugye, mint gyorskorcsolya oktató és korcsolya oktató, aki szintén ezt a tartalmi szolgáltatást fogja fejleszteni. Tehát remélhetőleg, hogy a pálya színvonal, úgymond nem is a pálya színvonal, hanem a pályának a pálya által biztosított egyéb feltételek, öltözőkben próbálunk fejlődni, tartalomban próbálunk fejlődni, tehát a tavalyi évhez képest remélhetőleg a látogatók is azt fogják látni, hogy még jobb lett, mint ami tavaly volt. Tehát korcsolya cipőket elő, azt gondolom, akkor most már készülhetünk, tehát egyelőre még Szolnokon nem, tehát akik most már szeretnének korcsolyázni, azok mehetnek nyugodtan jelzberénybe. Én köszönöm ezeket az információkat, illetve szerintem a nézők is köszönik. Köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Tehát akkor érdemes még egyszer mondom elővenni a korcsolya cipőket, hamarosan kezdődik Szolnokon is a szezon. Ennyi fért a mai napra, készünk be. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Viszontlátásra! A műsorvezető ruháját a gardrób biztosította, ami a nőket illeti. A műsorvezető frizurája és sminkje a hullámfodrászik és kozmetikai szaküzletben vásárolt termékekkel készült. www.hullámfodrászik.hu A stúdió díszletét biztosította Demény Gabriella, Paverpol textilszobrász, oktató, ökodizájner.